20%-os adókedvezményre hívja fel figyelmünket Bóka László. Nagyon fontosnak tartom, hogy a mindennapokban optimalizáljuk a kiadásainkat. Erre nagyon jó lehetőséget biztosítanak a Magyarországon működő egészség- és önsegélyező pénztárak, ahol ugye a meghatározott szolgáltatási körökre, illetve a megfelelő kiadásokra az állam 20% adókedvezményt biztosít a lakosság számára. Ugye rendkívül fontos az, hogy ezek felhasználhatóak például a gyermekek tanévkezdésére, támogatására, tartalékképzésre, vagy mondjuk akár az elhalálozás, vagy akár a lakáscíló hitelek esetében is. A magyar állam biztosítja a lakosságnak az adókedvezményt, ami a személyi jövedelem adóból igényelhető vissza. Arra bíztatom az embereket, hogy ezen kérdésekkel, témákkal mindenképpen forduljanak a pénzügyi biztosítási szolgáltatókhoz, ugyanis vannak olyan konstrukciók, amelyeken keresztül ezek a lehetőségek kiaknázhatóak. A pénzügyi szakember szerint nagyon kevesen használják ki ezt a lehetőséget. Ezeket a tanácsokat megfogadva még többet tehetünk anyagi biztonságunkért és a kiegyensúlyozottabb életünkért, így a stressz is kevesebb lehet.